A Géniusz Jótékonysági Alapítvány 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy a tehetséggondozást összefogja. Teszi ezt nem csak a középiskolások és az általános iskolások körében, hanem a felsőoktatásban tanulók számára is számos lehetőséget biztosít a tehetség fejlesztésük, tehetségük kibontakoztatása céljából. A Vándor Egyetemet 2013 óta szervezzük, ez a 8. alkalom, hiszen 2015-ben 2 alkalommal is megvalósítottuk, hiszen az igény ezt diktálta. Ez idő alatt 61 pályázat érkezett be, és 51 pályázatot részesített a Tehetséggondozó Tanács ösztöndíjban, vagyis 51 doktori fokozattal rendelkező, vagy professzori fokozattal rendelkező tudományosság világában jártas kolléga különböző szakterületekről, értem ez alatt filológia, nyelvpolitika, történelem, néprajz, kémia, biológia, ökológia, tehát szinte valamennyi tudomány területen, kivéve az egészségügyet, de majd ezen még dolgozunk, bemutathatta aktuális kutatásainak eredményeit, vagy olyan előadást tartott, ami általános érdeklődési körrel bír. Olyan pályázatokat várunk, általában fél év, 8 hónap pályázási lehetőség van, amelyek kárpátaljai vonatkozásúak, vagy a kárpátaljai magyarság érdekeit szolgálják. A 3 felsőoktatási intézménybe megy el a Vándor Egyetem. Ez azt jelenti, hogy a 3 felsőoktatási, magyarul is, ahol magyarul is oktatnak felsőoktatási intézményből, várjuk a kollégáknak a jelentkezését, majd az előadások 3 helyszínen hangzanak el. Kezdetben a Munkácsi Egyetemmel szerettünk volna együttműködni, mint 3. helyszín, ez azonban nem valósult meg az elmúlt évek során. Így a Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az Ungvári Nemzeti Egyetem mellett a 3. helyszín az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, tehát számukra visszük el még ezeket a tudományos eredményeket, tudományos kutatásokat. Nagyon fontos a program célja, hogy minél szélesebb körben megtudják a fiatalok, hogy milyen fontos a tudomány és a kutatás az oktatásban, és az oktatásnak a szerepét a tudományosság világában. És egyfajta elitképzést szeretnénk ezzel létrehozni, célirányos elitképzést, hogy ezeken a helyszíneken, ezeken a fórumokon találkoznak a professzorok, a jól ismert szakterületek elismert professzorai a fiatalokkal, és eszmecserét folytatnak, belenézhetnek a legaktuálisabb, legfrissebb kutatási eredményekbe, és esetleg további kutatásokra sárkáldik, vagy irányítják el a fiatalokat. Azt gondolom, hogy a tudás a legnagyobb fegyver, amivel meg lehet változtatni a világot, de a tudás semmit nem ér, ha azt nem adhatjuk át az arra érdemeseknek, vagyis a fiatalabb generációnak. Ezért igyekszik az alapítvány minél szélesebb körben biztosítani a tudás átadást, tudás transfer lehetőségét a fiatalok számára. És azt pedig nem szabad elfelejteni, hogy ma, aki diplomát szerez, és holnap nem tanul, az holnap után már tudatlannak számít, tehát nem csak a fiataloknak, hanem az idősebb számára is biztosítjuk a továbbtanulás, tudásának elmélyítésére szükséges információkat, azáltal, hogy a Vándor Egyetemet megvalósítjuk. Én azt gondolom, hogy minden évben sikeres, hiszen egyre nagyobb számban jelentkeznek a fiatal kutatók, oktatók erre az a rendezvényre, és egyre nagyobb számban jelennek meg kutatók, akik előadásokat is tartanak. A szám az változó, ahogy már mondtam, a 8 alkalom alatt összesen 51 előadás hangzott el, tehát a 3 helyszínen, akkor ez nyilvánvaló 3x 51. 6-8-12 előadás szokott el, ez volt a legtöbb, még a 12. Jelenleg 4 előadót fogunk meghallgatni, egyet a turisztika kutatásainak a jelenlegi kárpátaljai turizmus helyzetével, ökológiából lesz, ökológia témájú lesz egy történelem, és egy matematika, de inkább mérnöki, hiszen építkezés és építészeti problémákat fog majd bemutatni a kolléga a számításokon múló hatalmas katasztrófákat.